Köszöntöm nézőinket, Értéktár című műsorunkat látják. Ma az alkotótáborokról lesz szó, azon belül is irodalmi alkotótáborról, amely a Kródi Gyula Irodalmi Kör szervezésében került megrendezésre 53-szor, és a irodalmi kör elnöke Németh Nyiva Sándor, aki a vendégem, tisztelettel köszöntelek. Csodálatos, szép napot, milyen jó, megint kisütött a nap, meg esett az eső, de hát élünk, kiderült. Minden az ég adta világon, mint ahogy a művészeknél is egyszer süt a nap, egyszer esik az eső, beborul az ég, de azt gondolom, hogy az alkotókedv az mindig megvan az emberekben, illetve ez nem olyan biztos, erről majd mindjárt fogsz beszélni. A Kródi Gyula Irodalmi Kör elnökeként vagy most itt, de hát nagyon sokan tudják a nézők közül, legalábbis remélem, hogy olimpikon vagy író, költő, zenész, és hát az idő óta a Hatos csatorna Foci és Sport című műsorának a vezetője, szerkesztője is. Ezen a nyáron elég sűrű volt az életed, volt olyan nap, hogy itt is több műsort vettél föl, mert rengeteg elfoglaltságod volt a Kródi Irodalmi Körnél, az alkotótáborokkal. Én azt gondoltam, hogy ez a fajta mód, hogy összegyűlnek így alkotótáborba az irodalmat szeretők, irodalmárok, költők, ez lassan úgy kifogy a köztudatból, vagy elmegy a divatja. Ennek pont az ellenkezőjét tudod megerősíteni, igaz? Mai világban semmi sem könnyű, de egyébként soha nem volt könnyű semmi. Mielőtt rátérek a táborokra, csak onnét induljunk ki, hogy például Vörösmarty Mihálynak köszönhetjük, hogy nekünk van egy Petőfi Sándorunk, mert Petőfi Sándor, amikor megírta az első verseit, elvitte több helyre, hogy szeretné kiadni, és mindenki elutasította. Majd tudta, hogy meg kell keresni Vörösmarty Mihályt, megkereste. Majd odaadta a verseit, és a Nemzeti Bizottság elé vitték, hogy ezek a versek jók-e, kiadhatók-e, van-e erre támogatás. Természetesen, hogy az történt, hogy egyhangúan leszavazták, hogy a versek nem kerülnek kiadásra. Tehát nem tartották érdemesnek. Na most felállt egy szabómester, és azt mondta, hogy ha Vörösmarty Mihály azt mondta, hogy Petőfi Sándornak a versei jók, akkor én a saját pénzemmel megfinanszírozom a kiadványt. És akkor el is indult a kiadása a könyvének, és természetesen Vörösmarty már akkor írt bordalokat, Petőfi is már írt akkor vagy 50-et, és abban a pillanatban, amikor látta, hogy milyen jó bordalok elők, azért Vörösmarty a biztonság kedvéért egy jó párat kihúzott belőle, majd a Petőfi volt olyan rafinált, hogy utána, amikor már összeállította a könyvet, mégiscsak valahogy visszacsempészte ezeket a verseket. Tehát ezzel azt akartam elmondani, hogy a régieknek, a legnagyobbaknak is nagyon-nagyon nehéz volt. Szegénységben éltek, nélkülöztek, vitatkoztak, bántották egymást, és ami a leglényegesebb az egészben, hogy terjesztették a művészetet, a kultúrát, és egy nemzetnek, egy országnak a léte mindig a művészettől függ. Ha a művészet szép, a művészet jó, a művészet működik, akkor életre kell az ország. Tehát magyarul kinyílik, mint egy virág. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a művészetet nagyon-nagyon komolyan kell venni. És a kérdésedre a választ, tehát 53. táborig eljutni, szerintem 53 tábor senki nem csinált az országban. Ezek Nyiba táborok, vagy Németh Nyiba Sándor tábora, konferenciák, rengeteg előadóval, és többségben mindig más helyszínre megyünk, ahol próbálunk szakrális helyszínekre menni, ahol valami történik. Ha már Petőfiről beszéltünk, akkor mondjuk elmentünk a Petőfi házba, és Kiskörösre, ugye természetesen, hogy 100-150 ember nem fér be, mert a legtöbb a 150 volt eddig, de volt, amikor csak 100-an voltunk, 90-80-an, és akkor az udvaron berendezkedtünk, és eden a csodálatos helyen előadhattak az előadók, a költők, a zenészek, ez maga a csoda volt. Akkor már itt megint megállunk egy pillanatra, mert azért ne csak a táborokról szóljon minden, mert itt az előadások mindig olyanok, hogy általában 20-25 előadó van. Az előadások rövidek, tömörek, pattogósak. És pont a Petőfiről a történet, ugye mindannyian úgy tudjuk, hogy Kiskörösön született, mert hivatalosan így is van, hogy Petőfi Sándor született Kiskörösen, de Petőfi Sándor minimum 4 helyen született,
Elolvasom. Legalábbis ezt mondják azok a települések, akik szeretnék magukénak tudni. De én elmondom, hogy 60 Lajos, egykori cukorbáró, aki irodalomtörténész volt és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, ő ugye egy igazi nagy Petőfi kutató volt, és egy közel 2000 oldalas két kötete van neki, amiben napra le van bontva minden, hogy merre járt Petőfi, ez egy óriási dolog. A következő helyszín ugye Kiskörös után, egyébként amit azért lett Kiskörös, mert Jókai Mór, aki nagy barátja volt Petőfi Sándornak, ugye együtt laktak Petőfi Sándor, Jókai Mór és Orlai Petrik Soma, festőművész. Ugye Petőfi színész akart lenni, Orlai Petrik Soma az prózaíró, versíró akart lenni, és Jókai, meg természetesen festőművész, és kiváló festő volt. Úgyhogy visszatérve, hogy akkor volt a Petőfi Társaságnak az elnöke Jókai Mór. És akkor lementek oda az egész társaság, és akkor együttesen eldöntötték, hogy Jókainak azt mondta Petőfi, hogy ő itt született. Persze gondolom én, hogy azért azt nehéz megmondani, mondjuk, hogy én hol születtem. Én Kenyeriben születtem, két olimpikon van, jó magam, és Császár Gábor kézilabdás. De azért mégiscsak azt mondom, hogy csak azért tudom, hogy ott születtem, mert édesanyám elmondta, aha, hogy ott születtem az ágyon. A régiekben ugye nem mindig írták le a dátumot pontosan, vagy jóval később jelentették be, hónapokkal nem is foglalkoztak. Aha. És akkor a következő ugye szabadszállás, ahol 27 évig laktak Petőfiék, ott is volt Mészárszék, Kiskörösön is volt, majd Kiskunfélegyháza, ott is volt Mészárszék, ott is laktak, és közben a negyedik, hogy ugye útközben, és a többit nem sorol, mert ahogy te mondtad, szinte a környék települései mind azt vallják, hogy valószínűleg itt született Petőfi. De ez örök titok maradt, hála a jó Istennek. Nem lehet tudni, hogy egyszer csak milyen dokumentum kerül elő, vagy milyen feljegyzést, mert a kutatók, a történészek, az irodalomtörténészek azért nagyon-nagyon odafigyelnek rá, hogy minden apró kis részletre tudjanak majd a későbbiekben reagálni. Mint hogy én reagálok arra, hogy 50 tábor, vagy 53 tábor, és 100 fővel, hát nem kis pályás dolog megszervezni egy ilyet. Mi lehet a titka, hogy ennyien jelentkeznek? Ennyien tagjai a Krúdi irodalmi körnek, vagy pedig másnak is nyitott a lehetőség, aki alkotó tevékenységgel foglalkozik, hogy részt vegyen ezekben az összejövetelekben? Ugye Nyiba tábor konferencia Krúd is hittem, mivel a Krúdi kör elnöke vagyok, és többségben valóban Krúdi körös tagok alkotják a tábort. Természetesen hívok előadókat, ilyeneket például, mint Baranyi Ferenc, Kossuth Díjas. Ő tiszteletbeli tag is. Így van, igen, természetesen nálunk. Mint a Csukás István is. Így van, Csukás István is tagunk volt annak, igen, idején, úgyhogy igazán sajnálom, hogy már nincs köztünk, és én azt hiszem, hogy sok-sok irodalom történészt meghívok, nyelvészeket, különböző előadókat, és színvonalassá teszem a tábort olyanná, hogy alig várják az előadásokat. Uh-huh. Mert én azt mondtam, és azt vallom, hogy ha egy konferencián valamit nem lehet hallani, akkor az már nem jó. Ha egy konferencián olyan előadások vannak, amik nem jók, nem különlegesek, nem extrémek, nem egyediek, hanem szokványosak, az valószínűleg egy kicsit bűncselekmény az emberiség ellen. Azért, mert akik a táborba eljönnek, azok tanulni akarnak, azok szeretik az irodalmat, azok többek akarnak lenni, és hogyha erre megadjuk a lehetőséget, akkor szép lassan fejlődnek fel az emberek, és volt olyan, aki még az első két-három táborban nem tartott előadást, de már az 50-ben igen, mert már azóta annyi idő eltelt, és annyi féle formációt hallott, hogy már fel tudtak készülni. És akkor kiváló zenészeket hívok, hogy csak mondjak például, hogy ugráljak össze-vissza. Például Esztergomban voltunk, a Madarász Imre irodalomtörténész, Dante kutató, egy kiváló tanár, egy igazi mester, aki sokszor jön a Krúdi körbe és előadóként, és hát ő például ott tartott előadást, és hozzáteszem, hogy a Szigeti Ferencet, a Kártágó gitárosát meghívtam. Föl a kápolna tetején, tele emberrel, tele költővel, majd a Feri élőben játszik nekünk, aki régi haverunk.
a haverom nekem, de természetesen, mert az egész zenekart jól ismerem. Azért a Feri nem ment haza üres kézzel, mert kapott egy festményt, mert a Krúdy Gyula irodalmi körben 70 festőművész van. Tehát, hogy csak néhányat mondjak, például Rehorovics Anita, Batár István, Gál Mihály, és még most nem akarok felsorolni, mert rengeteg a név van, akik olyan szinten festenek, hogy tehát nagyon nagy ilyenek, hogy Nagy László házba vittünk festményt ajándékba, a Vörös Sándor házba két festményünkben elhelyezve, ott, ahol József Attilának az édesanyja lakott, és a most úgy hívják, hogy Dörmögő ház, ez egy zsúbtetős, picike kis ház, ahol három festményben, három Krúdy tag festette meg József Attilát, és ott vannak elhelyezve. Vagy mit tudom én, ott, ahol Petőfi tárgyalt a bíróval, amikor szabadszálláson megbukott a magán ezen a választáson. Ugye egyébként a legújabb, az irodalomtörténészek ma már azt mondják, hogy be se került a listára. Tehát gondoskodtak róla, hogy nem tudott megbukni, mert eleve be se került. Mert ez már a legújabb, mert előtte úgy volt, hogy ott volt, és bekerült, és most nem került be. Nem tudott nyerni, nem, be se került. És ott az emeleten fönt, ahol a bíróval tárgyalt, na mi ott tartottuk az előadásokat, ott mondhattam el a Petőfi verset, és azzal nyitottunk, és 6 festményt helyeztünk el azon a folyosón, ahol Petőfi léptei ott vannak, ami nem láthatóak, de lélekben ott volt. És ilyenek voltak, vagy elmentünk a Babics házba, ott Túli Török Tibornak a Babicsról készített domborművét avattuk, akinek 250 téli szobra van. Akkor mint amin elmentünk Balatonszászlóra, ahol József Attila ugye meghalt balesetben, de hát ez is elhívtam a Garambölgyi László dandártábornokot, aki két könyvet írt József Attiláról, aki minden nyomozati anyagot előszedett. És én még hozzáolvastam mindenhonnét, mindenfélét, és eleve egy 2000 oldalas Szabolcsi Miklós könyvet mondjuk József Attiláról, és ugye többféle állítás van. Az egyik része azt mondja, hogy József Attila öngyilkos lett. A másik része azt mondja, hogy József Attila nem lett öngyilkos. Az tény, hogy József Attila 7-szer próbálkozott öngyilkossággal. De szerintem ez nem annyira egyértelmű. Egy öngyilkos ember nem egy álló tehervonat alá akar ugrani, aki majd megmozdul és megütés, föltekeri a kabátját, a karja leszakad, és azonnal szörnyet hal, hanem az mondjuk egy robogóvonat alá, vagy egy hidrolyáról leugrik, és még lehetne ehhez hasonló gondolatokat mondani vele kapcsolatban. Abban az időszakban volt igaz, hogy akkor hozták ki a Siesta szanatóriumból, a Jolán és a Tetelka, mert előtte már a Bach doktort mindenkit eltiltott, nem lehetett már látogatni, aztán valahogy kihozták, hogy majd ők vigyáznak rá. És hát igen szomorú történet, hogy végül is ott ugye életét vesztette, öngyilkosnak nyilvánították, és két pap sem akarta eltemetni, nagyon kevesen voltak a temetésén, tehát ilyen 13-14 ember, 5 csendőr volt ott, és az egyik csendőr, aki Balogh József, aki Horváth József, azt mondta, aki verset mondott, kiírta ezt a verset, azt mondta, én jó, köszönöm, bilincsbe verték, elvitték, de abban az időben még József Attila ismert volt, de közel sem annyira ismert, mint most, mert én most merem mondani, hogy József Attila a világ egyik legnagyobb költője, Petőfivel együtt, egy totál más alkat mind a kettő, és erre mondta József Attila, hasonlítok Petőfire, és a két, a József Attilát, Petőfit egymás mellé teszed. Láttam a fotókat is, igen. Így van, hogyha ha egy, valaki olyan nézi, aki nem sokszor látta, mondjuk a kínaiak azok nem, mert Kínában több szobor van Petőfiről, mint Magyarországon, Kínában több verset tudnak az iskolások, mint Magyarországon, Bulgáriában többet tudnak, mint Magyarországon, de egy jó költőnk jártak ki oda, például Ratko József, vagy Nagy László Szófiában, meg Bulgáriában, tehát azért vitték oda a magyar kultúrát. És a táborokra visszatérve, nagyon fontos, hogy jó körülmények között, ha meg lehet oldani, akkor legyen fürdőmedence, nem azért, mert luxus, nem, hogy szeressenek ott lenni, tudjanak beszélgetni, tudjanak ismerkedni, eszmecseréket folytatnak, éjjel 3-4-ig beszélgetnek. Ez nem egy ilyen csinnadrat a dinomdánom, hanem gondolkodós tábor. És én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi ember képes követni 53, még nem, mert az 53-dik csak most lesz, tehát az 52, de ugye, de jártunk itt Soprontól kezdve,
Most például Pécsre megyünk legközelebb, a következő irodalmi táborunk novemberben Pécset lesz, a belvárosban fogunk lakni. És mindig igyekszünk, hogy legyen múzeumlátogatás, mindig kötődünk ahhoz, hogy hol vagyunk, akkor ahhoz megfelelő költőket, festőket keresünk, és akkor ők az ő életüket különösen kinyitjuk, és gyönyörű okleveleket kapnak azért, hogy 25 előadást meghallgatnak ezen a háromnapos irodalmi konferencián, és ezáltal a tudásuk gyarapodott. És visszatérve, hogy büszke vagyok, hogy a magyar felnőtt képzőben szép irodalmi tanfolyamot vezetek a nevemmel, és természetesen ott megint olyan vendégeket hozok, akik nagyon magas szintűek, például Deák Sárosi László, aki most megírta a legújabb verstankönyvet. Sokan gondoljuk, hogy ez a verstan, ez annyira egyszerű. Nem, az annyira bonyolult, hogy magyarul megtanulhatatlan. Még Petőfi is úgy kezdte az életét, hogy tudom a verstan, de azért. Tehát azért nem annyira egyszerű. Ez a magyar nyelv nagyon bonyolult, ahogy sétál, megy, fut, szalad, kocog, üget, stb. Tehát ahol 27 féleképpen mondjuk ki tudom ezt fejezni, azért ez nem egy olyan könnyű nyelv, és ez egy csak egy töredék, egy semmi a magyar nyelvből. Úgyhogy csoda a magyar nyelv, ez valami ősi, nagyon régi, nagyon mélyre jövő, és nagyon sokat mondó, nagyon színes. Hát milyen együtt mondtuk, biztos így van. Nagyon-nagyon színes, ez így igaz. Arra lennék kíváncsi, hogy ezekben az alkotó, hát azt lehet mondani, tehát irodalmi tábor, de tulajdonképpen összművészeti táborról beszélünk, hiszen többféle művészeti ág találkozik egymással, és azoknak a képviselő is. Ezek amatőrökből állnak, mennyi a profi benne? Van-e egyáltalán, aki meg tud élni az irodalomból, vagy a költészetéből, vagy a művészetéből? Eleve ezt a szót nem szeretem, hogy amatőr, meg profi. Az lesz, értem, az a, hogy mit mondasz, te is érted. Eleve azért, igen. Mert ugye valakiknek van lehetőségük mondjuk elvégezni olyan iskolákat, amitől azt gondolják, hogy profik, de attól nem feltétlenül azok. A másiknak meg nem volt lehetőségük, mert és a család nem profi. Volt olyan, igen. És közben meg profik, mert mit tudom én, 17 000 könyvet elolvastak, és mindent tudnak, és felkészültek. Uh-huh. Na most a költészet is, vagy akár az irodalom, az egyszer van maga a versírás, a prózaírás, vagy esszé, vagy tárca, most teljesen mindegy, hogy miben megyünk bele most, hogy mit ír az alkotó, azt egyszer megírja, onnitól kezdve a további már üzlet. Tehát az, hogy melyik kiadóval hogy tud megegyezni, melyik kiadó hogy tudja terjeszteni, marad-e belőle valami pénze, vagy nem marad. Ez tulajdonképpen egy reklám lobby, és ebből ezért kevesen tudnak megélni, de én azt mondom, hogy a Krúdy Gyula irodalmi körnek a nagy része, azt mondhatnám így, hogy kiemelkedő alkotók, jó alkotók, ja, és még azt nem is mondtam el, hogy minden héten szerepelünk, csütörtökönként, tehát akár Kéri vendéglő, Újpesti könyvtár, Zila kávéház, Szukrászda, mit tudom én, megyünk, nem régen voltunk Székely Gábornál, akinek a második legnagyobb gyűjteménye van Magyarországon, Petőfiről, aki már 30 éve Krúdy tag és Krúdy aranyérmes, és amikor a Gabihoz lemegyünk, és ott most megmutatta a Barguzini gyűjteményt is, mert az is nála van, és akkor ott nagy vita alakult ki, mert ugye az egyik tábor az ugye úgy tudja, hogy meghalt Segesvárnál, és meg még ott van egy-két variáció, jó pár van, azért hatnál biztos több, és ugye a Barguzin is szóba esett, és akkor, hogy hát ment Szibérre, aztán mentek tovább, nem mentek. Én azt mondom, hogy én elolvastam azt az 51 verset, nem az én jogom eldönteni azt, hogy az az 51 vers hasonlít-e Petőfire. Azt mondom, mint magánember, tehát mint a Krúdy kör elnöke, csak mint magánember, hogy szerintem az az 51 vers az nem olyan, mint a Petőfinek a versé. A Petőfi az valami olyan eszenciával, olyan különleges stílussal írt, és olyan ráfogásai voltak a mondatokra, a gondolatokra, hogy annak az ilyen póriassal, hétköznapiassan, és mégis költőjesen, érthetően megírta a dolgokat. Én eleve Petőfiről azt gondolom, amiket elolvastam róla, hogy a Petőfi annyira szerette Magyarországot. Ő annyira igazi magyar volt, hogy nem bírom róla elképzelni, hogy ő nekiáll
akár orosz nyelven, vagy bármilyen nyelven írni szlovákul, akár, hogy ő nem. Ő, ha ír, csak magyarul. És ezeket ugye nem magyarul írta ezeket a gondolatokat. Petőfi Sándor 200 helyen járt Magyarországon. A rövid élete alatt, ami nem kis dolog. És ugye lóháton, szekéren, gyalog, pénztelenül sorolhatnám. 200 szerelmes verset írt. Abból 100-at Szendrei Júliának. 860 vers született a Petőfi tollából, és természetesen biztos, hogy ez még nem minden. És még Szendrei Júliát meg sem említettük, aki egy kiváló költő volt, most találtam meg nem régen, vagy 100 versét, azon kívül ő nagyon jó írásai voltak. Ő egy nagyon nagy lázadó, okos, ő fordította az Andersen meséit, meg egy nagyon intelligens hölgy volt, akiknek egyébként a gyerekeik is később, már a Szendrei Júliának a gyerekei is foglalkoztak irodalommal, és próbálták így ilyen angol szerzőkre elnevezni magukat, és tehetséges kis gyerekek voltam, olvasgattam a verset. Amikor az irodalmi táborokról beszélünk, vagy alkotótáborokról, akkor az embernek, nem az embernek, az én képzeletemben az van, hogy vannak előadások, és annak visszavonult magányban eltöltött időszakok is, amikor saját maguk gondolatait földolgozzák, vagy éppen alkotnak. Van-e az erre lehetőség és idő, és az ott született, hogyha van, és ott születnek novellák, esszék, versek, azok ott bemutatásra is kerülnek-e, vagy sem? Nagyon jó a kérdés, mert egyébként ez is egy fontos, hogy én sokféle táborban jártam sok helyen, az idén voltam, vagy 6-ba, 7-be. És azokat nem te szervezted? Tehát más, hát ebből más ötöt én. Aha. Igen. És nagyon fontos, hogy mindenki meg tudja nyilvánulni. Ez azért, mert ha elmegyünk valahova, belenézünk a tömegbe, akkor csak ilyen arcokat látunk, de nem tudjuk az értékeiket. Uh-huh. Amikor kijön a mikrofonhoz, és mond magáról 15 mondatot, és akkor már azzal az emberrel már beszélgetni akarok, mert hallom, hogy érzem, hogy tele van tudással, és akkor jönnek az ismeret, jön a másik, akiről azt gondoltuk, hogy érdekes, ő meg nem annyira érdekes. Tehát nagyon nagy barátságok alakultak. Szerintem nagyképpen mondhatom, hogy az első időszakban csak miattam jöttek, de most már én bátran merem mondani, már nem miattam jönnek, hanem egymás miatt. Megszerették, megkedvelték egymást, házasságok kötődtek itt, fiatalabbak, idősebbek, mert egymást húzzák, tehát tudják azt, hogy itt fel kell készülni. Én követelem, hogy élőben fejből tartsanak előadást, készüljenek föl belőle, hatásos legyen, tömör legyen, lényegre törő, mert hogyha nem ilyenek, akkor azt érjük el velük. Sok olyan helyen jártam már, ahol láttam a közönséget, hogy azt várták, hogy mikor lesz vége. Uh-huh. És ha te azt várod, hogy mikor lesz vége, akkor tulajdonképpen azért, nem azért, mert nem okos az előadó, hanem esetleg az előadó nem jó előadó. Uh-huh. És itt azért találkozni kell a tudásnak, és találkozni kell az előadásnak a módjával. Mert a mikrofon kezeléstől kezdve, amit egyébként az iskolában is tanítok, mert egy mikrofont nem jól kezelünk, akkor jó, hallják, de hogy hallják? Igen. Nem hallják. Akkor hallják, ha a mikrofont jól kezeled, a hangodat jól kezeled, jól formálod, és tanulunk szavalástechnikát pontosan ezért. Mert a legtöbb alkalom, akik ugye félnek, ritkán kerülnek mikrofonhoz, el akarja hadarni a verset. És mondtam, a versnek rangja van, tekintélye van, ereje van, hatalma van, tudása van, tanít, lassan, megfontolva. Bizonyos helyeken dinamikázunk, hangsúlyozunk, de nem erőszakosan. Csak ott vagyunk nagyon kemények, ahol a költő ezt úgy írta meg valószínűleg. Tehát ezeket meg kell tanulni, és akkor egymástól látják, mert már vannak, akik már ezeket mind kiállták, és akkor már sokkal jobb. És fontos, hogy az, aki elmondja a saját versét, az úgy mondja el, hogy az elő is legyen adva, hogy átjöjjön? Hát ez nagyon fontos, saját érdek. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen... csak ugye nagyon sokszor az alkotó emberek, azok befelé fordulnak, és nem jó előadók. Pont azért írja, mert nem...
Nem publikálni, hát, nem úgy akarja publikálni. Itt azért vannak olyan jó szavalók, akiket én meg szoktam kérni, hogyha látom, hogy valaki gyengébb, és elmagyarázom neki, hogyha azt akarod, hogy a jól megírt versed jól szóljon, akkor vele kell elszavaltatni, és akkor jó lesz. Most lett vége egyébként, a hétvégén voltam a Magyar Orvos Képzőművészek Köre, annak egyébként tiszteletbeli és örökös tiszteletbeli tagságot kaptam most, ahol a mostani konferencián négyszer volt lehetőségem, egyszer Petőfira tartottam előadást, a megnyitón beszéltem, szavaltam az elején, a kiállításon szavaltam, könyvbemutató volt, CD-bemutató. Tehát én nagyon hálás vagyok nekik, mert például ilyen körökkel, a Krúdy Gyula Irodalmi Körnek szerződése van. Tehát mi együttműködünk a Kláris újsággal, aki a Klárisnak a tulajdonos, egy fantasztikus ember, egy dr. György Pál Katalin, ez is egy 30 éves újság. És mondom, itt van az orvosi írók, akinek dr. Missiris az elnöke, és én elmegyek mindig. Most is kaptunk külön a Krúdy Kör egy órát. Egy órán keresztül ott, hogy 80-90 professzornak, nagy tudású főorvosoknak tarthattunk előadást, és jó érzés, mert ez egy teljesen más közeg. Tehát itt nem gyógyítanak. Na most természetesen, amikor mentem reggelizni, pont neki mentem egy ablaknak, felrepett a fejem, gondolkodtam, most menjek, de kihez menjek, aztán végül is bementem a WC-be, lemostam a vért, és akkor mentem tovább. Tehát a lényeg az, hogy fontos olyan emberekkel együttműködni, például a Nyosszal, Müller Jánossal kötöttünk például egy szerződést, ahol ugye hatalmas embertömeg van. Vagy például a rendőrségen van egy ilyen klub, egy ilyen irodalmi részleg. Hát ott is a Jánosékkal kötöttünk, Németh Jánosékkal egy szerződést. Tehát akkor ott is fellépünk, ők jönnek hozzánk. Akkor, tehát nem tudom, tehát olyan helyekre járunk, és olyan szinten kinyílik maga a Krúdy Gyula Irodalmi Kör, ezen keresztül, vagy a Magyar Felnőtt Képzővel úgy szintén, akkor ők jönnek, bemutatkoznak, mi megyünk oda, és hála jó Istennek sokan járnak a Krúdy Körből is ezt a magyar szépirodalmi kurzusra, amit ugye én vezetek. Elszaladt az időnk, azonban te egy költőember vagy. Ennyire? Költőember vagy, író költőember, úgyhogy azt gondolom, hogy úgy kéne befejezni ezt a beszélgetést, hogy legalább egy rövid költeményedet, sajátot mondjál el a végére. Időutazás. Kaptál egy esélyt az élettől, mégis hurcolod a magányat. Mindenki órája másképp jár. A másodpercet nem viheted tovább. A bölcs döntés előtted áll. Jól gondold meg, nehogy elhibázd. A csoszogó siker nehezen jár. Nyisd ki a szeretet kapuját, gondold, hogy nincs határ, tiéd az egész világ. Emberség járja át a bolygó minden zegzúgát. Ha megérint az elmúlás, mit tennél, ha tudnád, az utad végén jársz, és még nincs kész a lélekvár, szeretetet, pénzt, kire hagynád, ha egy másik dimenzió néz le rád? Az élet maga a csoda. Örülj hát a létnek. Téged pótolni nem lehet, újra meg nem születhetsz. Az életnél szebbet, jobbat még senki nem talált fel. Szép volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Értéktár mai adásában Németh Nyima Sándor, a Krúdy Irodalmi Kör elnöke volt a vendégünk, irodalmi táborok kapcsán. Azt hiszem, tartalmas beszélgetésben volt részünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.